A karcagi járási ügyészség rablás büntette miatt indítványozta egy 26 éves karcagi férfi letartóztatását, aki karcagon egy férfitől elvette a telefonját, majd amikor azt próbálta visszaszerezni, megütötte. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2024. november 1-én este a karcagi vasútállomáson összetalálkozott egy által a látásból ismert másik férfival, aki a telefonjával világítva cigarettacsikeket gyűjtött. A gyanúsított ekkor a telefon megszerzése érdekében, azzal a valótlan indokkal, hogy szeretné azt megnézni, elkérte a 10.000 forintot érő telefont a másik férfitól, majd azt a nadrágja zsebébe tette és elindult fel a peron mellett. A sértett több alkalommal is kérte, hogy adja vissza neki a telefonját, mire a férfi azt választatta, hagyja őt békén és menjen haza, különben megveri. Ezt nem sokára valóra is váltotta, ugyanis egyszer pofon ütötte a telefonját továbbra is visszaszerezni próbáló férfét. A gyanúsított ezután a helyszíről távozott. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szenvedett el. Az ügyészség indítványában a büntetett előéletű férfival szemben hivatkozott a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyére is. A bíróság 2024. november 5-én elrendelte a férfi letartóztatását, azonban a gyanúsított és védője fellebbezése okán a letartóztatás kérdésében végleges döntést a Szolnoki törvényszék fog hozni.